Maserati, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Szavaztok srácok, én Zodiac vagyok, ez a videó pedig nem másról fog szólni, mint a legújabb képregény kibeszélő sorozatomnak az ötödik részéről, ebben pedig a polgárháborút fogom taglalni nektek, és segítségemre lesz egy kis jegyzet, ugyanis kellett hozzá jegyzettel, nem? Mert eléggé tömény, és nem is úgy forog, mint a filmben is van, lesznek legtöbbje eltérés lesz a filmhez képest. Nos, először is kezdjük a szereplő gárdájával, ugye akik a törvény mellett vannak, a képregényben ugye Vasember, Miss Marvel, Tigra, Amazon, Pókember, Fekete Párduc, aki majd átpártol a törvény ellenzői körüli, F4-ből, a Fantasztikus 4-esből a lény, és Mr. Fantasztikus, valamint képzeljétek el, csináltak egy Thor klónt, és ezzel győznek legelőször a törvény ellenzői ellen. Nos, ugyanez a filmben, akik a törvény mellett vannak, ugye Pókember, Vasember, Hadigép, Vízió, Párduc és Fekete Özvegy. Ezért nem hallottátok a törvény ellenzőit, mert meglepő névsorral van dolgunk. Itt van Amerika Kapitány, Patrióta, Sólyom, Fenedejerek, Dr. Strange, de ő nem használ. Ja, a képességeit nem harcol, X-Men, Herkules, Góliát, őt majd megölik, Kábel, Megtorló, Vikka, Luke Cage, Susan Storm, a Fantasztikus 4-esből, és Vízió. Igen, ez a Vízió, az a Vízió, aki a törvény melletti harcosok voltak, és nem mondtam még Scarlet Bossit, meg ezeket, ugye a filmben Scarlet Bossi, Sólyom, Sólyomszem, Télkatonája és Hangya volt az ellenző között. Nos, de akkor csatlakozzunk rá a polgárháború képregény történet szálára. Úgy kezdődik, hogy van egy új harcosok nevezetű, itt van a kis puskám, majd erről fogok egy kicsit szenvedgetni, mert ezért írtam fel. Van egy új harcosok nevezetű csoport, aki rátámad egy másik szuperhős csapatra, akiknek a vezetője Nitro, és egy öngyilkos merényletben felrobbantja saját magát, amiben az új harcosok tagjai meghalnak, meg más szuperhősök is életüket vesztik, és a hír hallatára a törvényt létre akarják hozni, létre is hozzák, és a későbbekben is fogadni. Ez lesz a szuperhős regisztrációs program, amiben azt akarják, hogy törvényes keretek között használhatják a képességeiket a szuperhősök, valamint ezért még pénzt is kapnának, hogy a kormány szolgálatába, az ország szolgálatába állnak. Nos, a két tábor, ugye Vasember és Amerika Kapitány közötti táborok, ez úgy történik, hogy a regisztrációs törvény az ketté szakítja a hőstársadalmat, és a program ellenzői Amerika Kapitány köré csoportosulva, míg a törvény mellett levő szuperhősök Vasember mögé sorakoznak föl, és ebből később bonyodalmak fognak kialakulni. Amerika Kapitány a SHIELD bázison találkozik Maria Hill és csapatával, ezek egy rohamosztagos katonacsoport, és Maria Hill felkéri Amerika Kapitányt, hogy legyen a szuperhős regisztrációs program kapitánya, és mögé fognak csatlakozni, meggyőzi ezáltal a szuperhősöket, hogy már pedig regisztráljanak be ebbe a szuperhős regisztrációba. De Amerika Kapitány visszautasítja a felkérést, amit Marian Hill ajánlott fel neki. Elkezdődik a bonyodalom, pattanásig feszülnek az idegek, és egyszer csak eldörren egy lövés, mint ez minden egyes ilyen sorozatban szokott lenni. És Amerika Kapitány hát megmutatja, hogy ő tényleg a törvény ellen van, és lesz egy ilyen
rátámadás elleni védekezés és harc kerekedik ki. Nos, későbbiekben, mint említettem, elfogadták a szuperhős regisztrációt, ami az lett a következménye, hogy hajtóvadászatot indítottak el a törvény ellen szegülő szuperhősöknek, és Pókembernek nem tetszik, hogy a társait azt bezáratják egy börtönbe, megsebesítik, meg megölték Góliátot, meg ilyenek, és összetűzése kerül Vasemberrel, aminek során Pókember megsérül, és megtorló beviszi a titkos szuperhős ellenzői táborba, bázisra, és nem tudták elfogadni, hogy márpedig Megtorló is csatlakozik hozzá, és volt egy verekedés Amerika kapitány és Megtorló között, szóval itt is vannak bonyodalmak házon belül. A következő kép, amit érdemes volt felírnom erre a lapra, az, hogy Susan Storm a törvény ellen szegülő csapathoz csatlakozva elmegy, ugyebár itt jön Namor, az Antarktis hercege, a tengerek királya, segítségét kéri, de először még visszautasítja. A hősregisztráció ellenzői behatolnak a titkos helibázisra, vagyis a titkos SHIELD bázisra, ahol összecsapás lesz a két tábor között, majd a Namor csatlakozik az ellenkezők táborába, ahol kapitány legyőzi Vasembert, de feladja magát, ami által bebörtönözik kapitányt. És körülbelül ennyi lenne röviden a történet. Nézzük meg a képeket benne. Mutatok kettő jelenetet, képet, ami muszáj, hogy megmutassak. Ez pedig a hamis Thor, vagyis a Thor klón, valamint vannak ilyen gyönyörű képek a két táborról, valamint itt vannak a szuper bűnözők is, akik a törvény ellen vannak. Itt van ez a híres jelenet, amikor összetűzésbe kerül Vasember Pókemberrel. És itt adja fel magát az utolsó pár oldalon Amerika kapitány. Összességében, mint mondtam nektek, ez egy nagyszerű képregény, de teljesen eltér a filmtől, a film pedig azért más, mint a képregény, mert teljesen más az MCU filmes univerzum, mint az MCU képregényes. Úgyhogy ez a polgárháború egy szerethetőbb történet, a filmben pedig el van húzva-nyúzva ez az egész, ugye ott kezdődik, hogy Wakanda királyát, a fekete párducot megölik, akinek a fia Chala lép a trónra, ő lesz a fekete párduc, és így ugyanúgy behozzák a szuperhős regisztrációt, és ugyanúgy a táborok lesznek, harc lesz, de nem ez a nagyon nagy feeling, hanem egy-egy kis csapat, és akkor a végén Amerika kapitány és Vasember szintúgy összetűzésbe kerül, de itt Vasember győz, és ugye Amerika kapitány hozzávágja a pajzsot, amit az Vasember, azaz Tony Stark kovácsolt neki a vibrániumból. Nos, ennyi lenne a filmes és a képregényes történet. Ha tetszett ez a videó és a történet, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz el fel a csatornára, ha pedig még nem tetted, meg nyomd a csengőt és értesülsz az összes videóról, amit feltöltök a csatornára. Érdemes lesz tovább követni, folytatjuk az Amerika kapitány halálával a képregény kibeszélős történetünket, és találkozunk nem sokára. Szevasztok!